A tizedik fordulóban ismét Somogy megyei alakulatot fogadott a házigazda Békés Csaba, nevezetesen a siófokiakat. Sötét lila mezben a házigazda a csabaiak, sárga kékben a balatonpartiak. A mérkőzés játékvezetője Kovácsi J. Zoltán, segítői Galán Roland és Punyi Gyula. Mindkét csapat az utóbbi fordulókban felszálló ágba került, az utolsó három mérkőzésen egyszer sem kaptak ki. A Békés Csaba háromszor nyert, a Siófok az egy győzelem mellett két döntetlent jegyzett. A vendégek veszélyeztettek először, Kozma távolról megcélozta a kaput, de Póser Dániel a helyén volt. A túloldalon a jól játszó Vicián beadásáról éppen hogy lemaradt Berki a kapu torkában. Negyed óra is eltelt már, amikor Pap Máté egy tértől elő keresztlabda végén éles szögből mellé durrantott. A vendégek tér felén Borbé egy hasonló keresztlabdával kiugratta a kertrészt, aki kisodródva nagy helyzetben keretben a kapu előtt ellőtte a labdát. Már fél órája folyt a játék, amikor egy jobboldali pardobás végén Berki csúsztatott kapura, de a labda Tajti könnyű zsákmányának bizonyult. Aztán Berki ugratta ki kertészt, aki a jobb kapufa mellé lőtt. A 38. percben egy előrevágott labdát Kovács János röviden fejelt ki, Kertész Tamás rácsapott a lehetőségre, egyet még igazított is rajta, majd nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel 1-0 Békés Csaba javára. Az első játékrész lefújása előtt még Pap Máté került helyzetbe a csabai védelem jóvoltából, ám fölé durrantott. A második félidő első lehetősége a siófokiak előtt adódott, miközben Ivancsics reklamált, hogy túl közel áll a sorfal, a szabad rugást fölé durrantotta. Egy perccel később Borbé a túloldalon, hasonlóképpen szabad rugást végzett el a baloldalon, beadásszerű lövése a kapusé lett. Ismét Ivancsics következett, a 16-os előtt húzogatta a labdát, végül lövésre szánta el magát, de a labda magasan fölé szállt. Csak percek teltek el, és ismét a nagy kedvel játszó Ivancsics előtt adódott lehetőség, de középerős lövése Póser ölében halt el. Egyenlíthetett volna a balatonparti gárda, Ivancsics előtt landolt a játékszer, akinek lövése nyomán a labda a jobb kapufa tövéről vágodott vissza a mezőnybe. Már a finisben jártunk, amikor Szilágyi akár a kapura is fordulhatott volna, ám ehelyett visszagurította a labdát kertésznek, aki a kapu fölé vágta azt. Így nem változott az eredmény, vagyis Békés Csaba Siófok 1-0 a tizedik fordulóban. Azt mondanám, hogy mindegy, hogy hány góllal fejezett be a meccset, a lényeg az, hogy három pont itt maradt, a lényeg az, hogy egy góllal többet rúgtunk, mint az ellenfél, és mind a két meccsen ugyanúgy sikerült gól nélkül befejezni a meccset, ami nagyon nagy erőt is ad a csapatnak, meg azt jelenti, hogy a csapat már hátul sokkal stabilabb és szervezettebb. Mai meccs saját magától nehéz meccs volt, mert igazából Siófoknak is nagyon fontos volt ez a meccs, és itt próbálták lendületet kapni. Mink sovány játékkal, de megmondanám, hogy érdemes góllal és stabil játékkal tudtunk pontokat szerezni. A második fél időben nagy nyomás alá helyezték a Békés Csabát, mégsem sikerült egyenlíteni. Miért? Hát igen, megmondom őszintén, mert már egy eredménykényszerben voltunk, vezetett az ellenfél, mindenáron szeretnénk volna kiegyenlíteni, de ezt higgadt fejjel kell tenni. Ezt úgy nem lehet, hogy csak kapkodva, csak akaratból, tudatosság kell, ész kell, nyugodtság kell hozzá, olyan döntő helyzetekben hibáztunk, a második fél időben nem tudtunk gólt rúgni.